A hűség az egy ilyen tipikus én erő, amit néha nem, tehát nagyon ritkán tudnak például megszerezni fiúgyerekek. És a tanácstalanságot, például a bizonytalanság között azért húztam egy ilyen határvonalat, hogy ilyen nagyon hétköznapi szóhasználattal éljek, mert a tanácstalanok lenni nem egy identitás szintű probléma. Egyszerűen az arról szól, hogy van az életemben egy új helyzet, amihez valahogy alkalmazkodni szeretnék, csak nem találom az alkalmazkodásnak a megfelelő módját. Ezért tanácstalan vagyok. Akár, vagy még tehetetlen is lehetek, de nem bizonytalan. Bizonytalan is lehetek kapcsolatokban, de amikor már bizonytalan vagyok például egy kapcsolatomban, ott már a kapcsolat alapját képező értékeket szoktam megkérdőjelezni. Tehát a kapcsolatnak a lényegét jelentő ilyen talppontokra kérdezek rá. Vajon tényleg érdemes rá vele összekötnöm az életemet, ő ott lesz mellettem 10 év múlva is? Tehát itt már nem arról van szó, hogy hát igen, mostanában nem keresünk annyi pénzt, lehet, hogy kevesebb szalámit kéne vennünk mondjuk hétvégenként, és akkor jobban kijövünk. Lehetünk tanácstalanok egy ilyen kérdésbe például, hogy hogyan osszuk be a pénzünket. De például amikor megkérdezünk már egy kapcsolatot, akkor az már inkább bizonytalanság. Tovább haladva, itt azért van több ilyen is, de érdemes végignézni például ezt, és egy kicsit elgondolkodni, hogy esetleg még mit lehetnek olyan énerők, vagy olyan szakaszok, amiben mondjuk az apa példamutatása tud rengeteget adni. Például itt van az akarat is, mint olyan. Az is egy érdekes kérdés, és itt most nem az erőszakosság, tehát nem az erőszakosság szavát használnám, hanem tényleg az, hogy akarat. Mindegy, ezt később még előhozom. Aztán, ha már itt tartunk, felmerülhet az a kérdés is, ugye, amit az előbb szóba került, hogy mondjuk egy apa férfi elége a gyereknek, és ugye azt lehet látni, hogy nem biztos, hogy feltétlenül ragaszkodnunk kell ahhoz, hogyha mondjuk szülők vagyunk, vagy mondjuk apák vagyunk, hogy csak mi legyünk a gyerekünknek, mint férfi minta. Tehát szerintem nagyon jó úton van az a férfi, aki elismeri, hogy bizonyos dolgokban igazából bizonyos szerepkörökben nem tud annyira helytállni. Például erre megint csak példát tudok hozni. Van olyan fiatal férfi kliensem, aki 18 éves, és hát neki is ilyen udvarlási problémái adódtak, és ő el tudott jönni azzal hozzám, hogy otthon ezt a családjával megbeszélte. Tehát nem azzal az attitűddel állított, hogy úristen, csak ki ne derüljön, hogy én ide járok, mert az akkor felkötnek otthon, hanem elmondhatta. És az apja se csinált bőle például ifjúsági problémát, hogy miért én nem tudom neked elmondani, hogy mit kell mondani a csajoknak. Tehát, hogy ez nem jelent meg, hanem ezt elfogadták otthon. És ő el tudott azzal a nyitottsággal jönni, hogy például az apja is felismerte, hogy például ebben nem biztos, hogy annyira túl sokat tud neki segíteni. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy semmit nem tud, de abban például nem tudott annyit segíteni. Úgyhogy azt gondolom, hogy sok felesleges a ego problémától szabadíthat meg az, hogyha elfogadjuk, hogy nem vagyunk tökéletes szülők semmiben, semmilyen téren. És engedjük ezt a gyereknek, hogy ő felfedezhesse a világát, vagy olyan szerepmintákat találja magának, akik többet tudnak a fejlődésükben segíteni. Tehát mi egyébként itt a cél, visszatérve erre az én erőre, hogyha már itt tartunk, hát valahol a cél az lenne, hogy ez egyébként az én erő forrásait valahogy megtalálja az a gyerek. Tehát sok esetben nem is feltétlenül csak a szerepnek az eljátszása, hanem amikor valamilyen szerepet gyakorlok mondjuk a gyerekemmel, vagy a fiú gyerekemmel, akkor rámutatni az én erőnek a forrásaira. Például akár az akaratra. Neki van akarata, ezeket elismerni valamilyen formában. Kinek volt esetleg már olyan élménye, mondjuk, hogy az apjával dolgozott gyerekkorával is feltolta a talicskát a kert legaljáról a domb tetejére mondjuk, vagy végig betonozott egy napot. Ezek egy ember van. Nem tudom, hogy neked mit adott ez az élmény, de szerintem például ez egy tipikusan olyan momentum, például egy fiú gyereknek, amikor nagyon fontos, hogy például az édesapja rámutasson arra az én erőre, amit ott gyakorol, akár az kitartására, ami például az akaratából származik.
És ebben például egy apa többet tud segíteni, én azt gondolom. Tehát az anyaka is elmondta, hogy jaj, kisfiam, nagyon ügyes voltál, már is akkor csinálok neked egy sütit. De nem, tehát itt tényleg az többet segít, hogyha az apa ott van, megdicséri, és akár ad egy ötöst a fiának. Például. Jó. Aztán idehoznék most egy szerzőt, hogy ilyen értelmiséginek tűnjek, vagy értelmiségibbnek is tűnjek. De azért erről a szerzőről, Richard Rohrról érdemes tudni, hogy ő elég értelmes dolgokat írt így a férfivá válásról, mint olyanról. Van is ilyen könyv, hogy a férfi útja, amit ő írt, és ő azt mondja, hogy gyakorlatilag egy egészséges férfiban négy ilyen archetípus, ezt így hívják, tud egységben működni. Az egyik ilyen archetípus a király, a másik ilyen a harcos. A harmadik ilyen a mágus, a negyedik pedig a szerelmes. Na most, hogy melyik archetípus pontosan mit jelent, arról még mindjárt lesz egy-két szó, de valójában érdemes megnézni például szülőként azt, akár hogyha itt sokan ő ránézve mondjuk akár a férjünkre, hogy ő vajon a négy archetípus közül melyikben jó, és melyikben nem. A királyról azt kell tudni, például a király ez egy olyan eleme, úgymond a felnőttnek, vagy a felnőtt férfinek, aki valahol egyrészt a lelkiismereti funkciókról gondoskodik, tehát hogy rend legyen a birodalomban például, az önszervezésben, akkor az önuralomban, az önfegyelemben, tehát hogy ebben tölt be például egy fontos szerepet. A harcos ezenből a határok tartása, az autonómiának a képviseletében nagyon lényeges. Aztán a mágus az, aki az ellentéteket egységbe hozza, aki bölcs, és a szerelmes az, aki egy kicsit úgy át tud lépni a határokon, a formaságokon. És hát, hogyha azért látunk egy-két romantikus filmet, akkor nem nehéz elképzelni, hogy itt pontosan mit jelent ez az archetípus. És azt mondja ez a Richard Rohr, hogyha egy férfi ezeket mondjuk egységben meg tudja élni, akkor azért lehet mondani, hogy az egy egészséges férfi. Éppen persze alkalmazkodva valamilyen szituációhoz vagy helyzethez. És amit itt látunk, az azért nagyon érdekes, hogyha visszautalunk arra, amiről az előbb beszéltem, például Ericssonra, hogy milyen énerők léteznek, mert valahol látható, hogy ezek az archetípusok énerőkből táplálkoznak. Tehát például egy apa mennyire jó harcos tud lenni egy helyzetben. Tehát nem tudom, hogy ki az, akinek már volt az életében olyan nőként, hogy elkezdett mondjuk elsárkányosodni. Nem kell bevallani. Hogyha párok lennének itt, figyelném, hogy kinéz egymásra egyébként. Tehát, akkor hogy egyszerűbb lenne a dolgom. De valahol sok esetben szerintem akkor történik ilyesmi, amikor a férfi a határait nehezen kezeli. Nehezen tud együttműködni a nővel abban, hogy ők ketten hogyan alakítsanak ki határokat, és például mi az a határ, ameddig hagyom, hogy az a nő elmenjen mellettem. De ez azért is nagyon fontos, mert hogyha viszont megtalálom ezt a határt férfiként, azzal tudok biztonságot is adni egy nőnek valójában. Tehát, hogy úgy tűnik, mintha én ilyenkor egy határ meghúzással, például a harcosként rosszat tennék azzal a nővel, de nem így van valójában. Példaként tudok ilyet mesélni nektek, hogy hol látható ez már nagyon korán. Tehát én szoktam ilyen fiatalabb srácokkal is beszélgetni, akik így meg szoktak kérdezni engem, hogy ilyen kapcsolatkialakítási problémáikról, hogy azokat hogyan kezeljék meg, és beszélgettem például egy nagyon értelmes 15 éves fiatal fiúval, aki abszolút egy már most mágus, tehát tényleg nagyon durva, tehát nem tudom, láttatok-e már ilyet, aki 15-16 évesen már egy kicsit olyan mágus, tehát kicsit olyan koravén, olyan kicsit olyan bölcs, és hát elmesélte azt, hogy volt valami ismertsége általános iskolába, megismert egy lányt, aki akkor még hát nagyon bizonytalan volt magában, végül nem akart járni veled, ő hagyta, hogy ez a lány megjárja magát. Ezt így egy kis, nem is tájszólással, de ilyen népi szóhasználattal mondom. 3 éven keresztül várta. És az alatt többször volt ezzel, azzal, amazzal. Majd utána ez a fiú, akinek tetszett szintén egy másik lány, segített valamelyik barátjának
aki meg a lánynak tetszett, összeszervezni az ő randevújukat. Hát most nézzük meg, hogy például itt hol van itt a harcos. Tehát hol van itt a határoknak a tartása. Például hol van itt a saját időmnek például akár a tiszteletben tartása fiatalként. Ezt nem lehet egy 15 éves személyre hájni most, hogy na hát tartanod kellett volna a határokat. Tehát nyilván egy 15 évesnél ez szerintem még egy abszolút bocsánatos bűn. De azért valahol látszik, hogy ez nagyon korán már kijön, hogy kinek például hol vannak gyengeségei, hogy ki hol van egy kicsit, hol szorul egy kicsit segítségre. Úgyhogy érdemes megnézni akár, akinek fiú gyereke van, hogy akár ezt a hármat így végignézzük, vagy ezt a négyet így végignézzük, vagy az előbbiekkel egy kicsit összekötjük, mert nyilván, hogyha a mágust nézzük, akkor a bölcsesség, mint én erő, az például ide kapcsolható, hogyha az Ericssonra visszavezetjük. Hát egyszer nézzük úgy meg a gyereket, úgy ezt a fiú gyereket, hogy ő miben erős, és esetleg miben szorulna egy kis támogatásra. És hát, hogyha már egy a mintákról beszélünk, és kicsit kiszélesítjük a kört, azért én azt látom, hogy a társadalomban nagyon sok olyan minta van a sikeres férfiról, ami azt gondolom, hogy nem feltétlenül férfias. Értem ez alatt azt, hogy sikeres férfi, ez valahogy mindig úgy van ábrázolva, hogy valamilyen társas helyzetben ő egy kiemelt személy. Mondjuk buliképen le van fotózva, nyolcan állják körbe. Ő a cégnek a feje, de egyébként még ha egy ilyen Bear Grylls-ről beszélünk, aki lenyel 85 darab lepkét a, nem tudom én, a dzsungelbe, őt is nyilván a tévén látjuk. Tehát ő sem egyedül van. És valahol viszont pont az jelenti a férfi beavatást, például bizonyos afrikai törzsekbe, hogy fogják a fiú gyereket, lerakják mondjuk a pusztában valahol, és ott hagyják. És van mondjuk 3 napja, hogy visszataláljon a törzshöz. Ha nem sikerül, akkor meghalt. És ez elég kegyetlenül hangzik, és nem mondom, hogy csináljuk ezt. Tehát most akkor vigyük el a gyereket, nem tudom én, Moszkvába, tegyük le, és ha hazatalál valahogy ide Budapestre, vagy Szászhalombattára, akkor beavattuk. Tehát nem ez a tanács ennek. De valahol arra próbálok reflektálni, rávilágítani, hogy annak, hogy egy férfi egyedül van, nem igazán van értéke. És nem igazán erre szocializálja a társadalom a fiú gyerekeket sem. Tehát például, ha párkapcsolati szakításokról beszélünk, vagy mondjuk a asszony elhagy egy pasit, akkor mi ugye a menő, mit lehet ilyenkor mondani? Amúgy úgyis találok 3 másikat. És azt gondolnánk, hogy ez milyen férfi, hát ő talál 3 másikat. Hát de nem bírja ki egyedül egy kicsit, mondjuk, hogy szenved, hogy mondjuk fáj neki a gyász. Tehát lehet látni, mintha a fájdalomnak valahogy nem lenne kultúrája. És azért észre lehet azt venni, hogy szerintem férfiaknál, hogyha megtanulnak együtt élni saját egyedül létükkel és az ilyen pillanataikkal, akkor jellemző rájuk egyfajta derűs magány. Nem tudom, hogy ez így elképzelhető számotokra. Tehát mit próbálok ezzel mondani, mi az, hogy derűs magány. Volt egyébként egy ilyen kliensem, akinek pont ez kapcsolódva mondtam el egyszer egy mesét erről a derűs magányról, hogy hát ilyen 24-25 éves már, és tudom, valahol itt a környéken, nem, nincs környéken, Nyíregyházán lakik, de még mai napig a szüleivel van együtt. Anyukával, apukával, stb. És hát látja, hogy nem szereti a munkáját se igazán, ki akar törni abból a millióból, nem találja magát. És amikor elkezdtünk így az alternatívákról dumálni, akkor ő mindig felhozta, hogy fú, de ha feljön Pestre, és ez nem fog sikerülni, és az nem fog sikerülni, úristen, akkor mi lesz? Elveszíti a pénzét, kudarcok fogják élni, és ha itt nem lesz barát. Tehát rengeteg félelmét tette ki az asztalra. És erre mondtam neki egy olyan mesét, hogy képzeljünk el egy ilyen vándor családot. Vándor család az vándor falván él, és azt kell róluk tudni, hogy ott mindenki vándor lesz. Tehát ez kicsit olyan fura, tehát hogy képzeljük azért ezt el. És van egy család, ahol hát a fiú gyerek az már betöltötte a vándorláshoz szükséges életkort, de még mindig nem indult el sehova. És hát anya, apa nagyon tehetetlen már,
teljesen kétségbe esett, már reményt vesztett, hát nem tudják, hogy ezt a gyereket, hogy az Istenbe indítsák már el végre az útján, hogy rakják ki a szűrét, már gondoltak tényleg ilyen afrikai törzses megoldásokra is, hogyha más nincs. És ahol, de ez a vándor gyereket is nyilván nagyon nyomasztja, és ott tücsörög a szobájában szomorúan, és egyszer leszáll egy bagoly az ablakára, és azt mondja neki, hogy megkérdezi tőle, hogy hát te vándor gyerek, tehát miért vagy te ilyen szomorú? Hát már mindenki az én koromban már útra kelt, már mindenki bejárta a fél világot, én meg itt szomorkodok, nem merek elindulni, mert félek, hogy beleesek a gödörbe, félek, hogy ki fognak rabolni, félek, hogy elfogy az élelmem, és meghalok éhen a pusztába. És azt mondja neki erre a bagoly, hogy vándor gyerek, nyugodj meg, amiért te félsz, az soha nem fog megtörténni. És erre nagyon felelős a vándor gyerek, és egyből leszalad a lépcsőn, anya csomagolj, apa készítsd elő a botomat, indulok reggel hajnalban, hát nagyon megörülnek a szülők, egy hamba sült pogácsát becsomagolják neki minden, felkészítik őt a nagy kalandra, és hát a gyerek az fel is kell reggel, hajnalban, hátára teszi a kis puttonyát, és elindul a pusztában. És hát ahogy megy, valóban besötétedik, és egyszer csak eltéved az erdőben, és hát nagyon kétségbe esik, nagyon megijed. Úristen, most mi lesz? És ahogy ott retteg, a nagy szorongásával megeszi az összes hamubosült bogácsát, megint megjelenik a bagoly. És hát azért hát számol lehet kérni, hát nem erről volt szó, ugye? És mondja is neki a vándorgyerek, hát, hogy de azt mondtad, hogy itt semmi nem fog megtörténni velem abból, amiket én előadtam. És azt a vándorgyerek, ezt válaszolja a bagoly, hogy vándorgyerek, nyugodj meg, amiért te félsz, az nem fog bekövetkezni. És hát valamennyire megnyugtatja ugye a vándorgyereket. Ez így szokott lenni párkapcsolatban, és egyszer még elhisszük általában, hogyha még csalódunk is a másikban, de hát, hogy megy tovább a vándorgyerek a kis útján, újabb baleset történik, mert belezuhan egy gödörbe. És ez a gödör hát elég mély, hát nem tud belőle kimászni, szegény ott kiabál, ott csapkolódik, hát ott már kezd az méregbe gurulni, és hogyha most mi történik vele, és megint megjelenik a bagoly. Hát már olyan, kezd olyan mérges lenni a vándorgyerek, hogy az utolsó hangosú pogácsájával meg is küldi, de a bagoly ott is csak azt ismétli el, hogy vándorgyerek, azt mondtam, hogy amiért te félsz, az soha nem fog megtörténni. Nagy nehezen kikecmereg a kis gödörből, és pár óra múlva bekövetkezik a harmadik katasztrófa is, kirabolják. Meg is verik a vándorgyereket. És teljesen kisemmizve, lenullázva, már abba a stádium, amikor már igazából dühösek se tudunk lenni. Hát így minden összeomlott körülöttünk, ő ül az erdő közepén, és megjelenik a bagoly újra. És akkor a vándorgyerek már csak azt mondja, hogy most tényleg miért csaptál be engem? Hát azt mondtad, hogy amitől én félek, az soha nem fog megtörténni. És akkor azt válaszolja neki a bagoly, hogy nem, én nem azt mondtam. Én azt mondtam, hogy amiért te félsz, az sose fog megtörténni. Az nem, hogy amitől te félsz, az nem fog. És ezzel a nem feltétlenül kell értelmeznünk ezt a mesét, nem az volt a cél vele. De hogy valahol az amiért mi félünk, annak a jelenléte egy férfi életében és az ezzel való együttélés, hogyha ezt a derűs magányt idézzük fel, ez egy fontos cél, azt gondolom. Mert amitől fél akár egy férfi, az megtörténhet vele. De valahol egy apának szerintem egy nagyon nagy szerepe van abban, hogy felkészítse a fiát arra, hogy együtt tudjon ő azzal élni, amiért ő fél. Most mutatnék nektek egy levelet, amit én kaptam, hogy kicsit interaktívá tegyük ezt az előadást, és szeretném tőletek megkérdezni azt, hogy szerintetek mi történhetett itt. Ezt egy olvasom írta, egy-két hete, nyilván a neve nincs itt, mindjárt fel is fogom olvasni, hogy szerintetek mi lehet a gond. Még ne olvassátok fel, vagy azt ne olvassátok el, ami ott alatta van. Tisztelt Gergely, kérlek segíts nekem újra meghódítani a mennyasszonyom. 2 éve vagyunk együtt, már eljegyeztem, azóta is 1,5 éve vettünk közösen egy házat, plusz néhány hónapja állapotos tőlem.
Amióta terhes, teljesen megváltozott. Nem tudom, mit tegyek, nincs ölelés, nincs csók, már puszi sincs, ha elmegyek otthonról, vagy ha hazaérek. Már nem látja bennem a férfit, nem tud támaszkodni rám. Mi jut eszetekbe erről? Mikor történhet ilyen például egy kapcsolatban? Tehát mondjuk oké, terhes lesz a nő, később akár meg is szüli a gyereket. Mikor jöhet elő ez a probléma szerintetek? Vagy természetes lehet-e ez esetleg? Abszolút. Miért ne lehetne egy háromság első időszakában ez természetes? Hódítsa csak ő vissza a feleségét. Na pont ez a lényeg, amit most mondtál, mert hogy ez egy tök természetes helyzet. De mi történik valójában? Hát az történik, hogy nyilván a nőnek előtérbe kerül ugye az anyasága. És mi van akkor, viszont hogyha a férfi nem tud áttérni a férfi szerepéből, úgymond, vagy a házastárs, vagy férj szerepéből, ugye akkor, hogy én is hűséges legyek a saját gondolataimhoz, az apa szerepébe. Ilyen esetben. Nagyon sokszor a kapcsolatokban, házasságokban ilyenkor szokott létrejönni egy ellehetetlenülés. Miért is? Hát ugye nyilván azért, mert megszületik a gyerek, az anya elkezdett erősen kötődni a gyerekhez, és a férjnek, ha meg tudja tanulni azt, hogy mint férj a szükségletei nem lesznek mindig egyből úgy kielégítve, hogy előtte voltak, emellett pedig ő apa is tud lenni, akkor létre tud lenni egy új egyensúly a kapcsolatban. Viszont ha ezt nem tudja megcsinálni, akkor bekövetkezik egy olyan állapot, amit úgy hívunk, hogy regresszió. Tehát, mi történik ilyenkor? A férj belezuhan a gyermekkori hiányaiba, és elkezdi átélni azt, hogy a felesége elhidegült ő tőle. Már nem kapja meg azt, amire szüksége lenne. És ebben az állapotban ő próbálja magát úgy kihozni ebből, hogy a saját világában megvalósítja önmagát, mondjuk este 10-ig dolgozik. Mi ennek a hatása a másik oldalon? Apaként ugye nem vesz részt a gyereknevelésben, a nő még több elvárást támaszt feléje, és ezek az elvárások még jobban elkezdik őket hidegíteni, nem tudom, ezt lehet-e így használni ezt a szót, de elválasztani egymástól. És például sok válás ebből fakad. És most jön a bagoly. Igen. Amitől fél. Igen. És most jön a bagoly, mert hogyha a férfi valahol eljutott oda, hogy amiért félek, tehát az a létállapottal kapcsolatos szorongás például, hogy az egyedüléttel kapcsolatos szorongás, azt ő tudja kezelni, akkor ebben a kapcsolatban van esély például visszaállítani az egyensúlyt. De ha például egy fiúgyereknek nincsen apja, hanem van egy anyja, akivel ő 14 éves koráigtól kezdve minden problémáját vele beszélte meg előtte is, akkor ezt honnan látja? Hogy ilyenkor mit lehet csinálni például? Ilyenkor, amikor anya nem olyan mosolygós, apa ezre hogyan reagál? Apa ezzel mit tud kezdeni? Apa ilyenkor tud-e apa maradni? Vagy mondjuk megsértődik-e? És azt éli meg, hogy őt nem szereti a felesége már. Nekem van erről személyes tapasztalatom is, ilyen párkapcsolati téren. Nem tudom, hogy ez az a szó mond-e nektek valamit, hogy kölcsönös neurotikus allergia. Kölcsönös neurotikus allergiának a kialakulása indult el saját párkapcsolatomban, aminek sikerült elejét venni. Arról szól a kölcsönös neurotikus allergia, hogy mind a ketten sérültek vagytok, és előbb-utóbb elkezditek egymásnak pont úgy benyomni a gombját, ahogy azt a másik nem bírja elviselni. Ez a következőképpen zajlott. Hasonlóképpen én is ugyanúgy rendelkezem, úgymond egy ilyen sérült gyerekkel, mint mindenki más, vagy minden más férfi. És ez a sérült gyerek az úgy szokott például megnyilvánulni nálam, sokféleképpen, például akkor, hogyha a másik távol van, hasonlóképpen ehhez a példához, akkor én bűntudatot kezdek el érezni. Tehát biztos azért van távol, mert valamit csináltam, valamit elrontottam, tehát rossz vagyok, és mire van szükségem ilyenkor, vagy mi a hiányom ilyenkor, az, hogy az igényeimet elkezdem megterhelni például a másikat. Amire ő vagy tud válaszolni, vagy nem. Csak hogy
az én partnerem, akivel még hála jó Istennek a mai napig együtt vagyunk, mert ez sikerült keresztül mennünk, ő meg egy szülősített nő. Parentifikált, az meg azt jelenti, nagyon egyszerűen, mit jelent a szülősítés. A szülősítés az például azt jelenti, hogy én 15 éves, 16 éves vagyok, anya elvált, és anya mindig szomorú. És nekem 15-16 évesen meg kell anyát vigasztalnom például. Tehát az anyának a saját gyermekkori pakját én viszem gyerekként. Tehát magyarul nem tudok gyerek lenni, nincs választási lehetőségem. Most nagyon lebutítva ezt jelenti a parentifikáció, de ilyen például az is, amikor 17 évesen leküldik valakit, valamelyik fiúgyereket az apjáért a kocsmába. Például ez is egy szülősítési forma. A lényeg, hogy ő neki egy ilyen szülősítéssel küzdött sokáig, és láttam, hogy elkezdett ebből kijönni, és valahol, amikor én belecsúsztam ebbe az állapotba, ő elkezdte ezt teherként megélni, de mégpedig úgy, hogy még pszichoszomatikus szinten is látszott, például légzésre nem kapott úgy levegőt. És mi jött létre? Hát az jött létre a szívek kölcsönös neurotikus allergiának, hogy én rosszul voltam attól, hogy ő eltávolodik, és én szenvedek a szorongástól, hogy úristen, valamit elrontottam, de ő meg rosszul volt attól, hogy én ilyenkor még közelebb akartam jönni, és akkor oldozd fel, ugye nem csináltam pont. Ilyenkor szokott például a párkapcsolatban létrejönni a védekező elhidegülés is, hogyha ezt nem tudja a két fél megoldani, ami meg arról szól, hogy a két, hogy már húzunk egy határvonalat egymás közé, mert amikor beindul ez a dinamika, egyikünk se tudja elviselni. És én hát ezzel foglalkozó emberként, lélektannal foglalkozó emberként egyből leültem több ismerősömmel is beszélni, meg olyan emberekkel, akikben azért bízok, nyilván nem kültöltem szét mindenkinek, hogy mit lehet csinálni, hogyan tudnám ezt kezelni. És hát jöttek a tanácsok, hogy hát fontos lenne megnyugtatnod ezt a benned élő kis sérült gyereket, de hát ha tudjuk, hogy ez egy mélyebb sérültség, akkor egy sima stresszkezelési tréning az kevés lesz, ez évek munkájába is eltelhet, és édesapámnak is elmondtam például ezt, és ő azt mondta, hogy bizony vannak olyan helyzetek egy férfi életében, amikor nagyon jó lenne, hogy ha úgy érezzük, hogy csak a másik tud a szorongásunktól megszabadítani, mondjuk a partnerünk, de ő sem teszi ezt meg. És akkor ilyenkor nincs más megoldás, csak az, hogy kibírjuk. Na és valahol ez egy nekem egy nagyon fontos gondolat volt ebben. Mert végre azt éreztem itt, hogy ha nem tudja a másik szorongásomat például megszüntetni, akkor megtehetem azt, hogy kibírom. És volt tényleg olyan estém, amikor bennem ez megérés szinten előjött, és nem bírtam aludni. 3-4 órát aludtam például, végig szorongtam. És nagyon érdekes dolog történt, mert ahogy én ezzel elkezdtem kevésbé megterhelni a partneremet, ő elkezdett újra közelebb jönni. És úgymond ez a kölcsönös neurotikus allergia is fel tudott oldódni. Meg tudtuk érteni egymást ebben, például ki miért éli meg így. De nem csináltam ki se őt, se a kapcsolatot. És miért kapcsolható ez ide? Hát azért, mert sok esetben szerintem arra se nagyon kap mintákat, például egy fiúgyerek, hogy hogyan bírja ki például azokat a helyzeteket, amiben neki más nem tud segíteni, hogy azt ő megoldja. Ha nem is feltétlenül kibírás szinten itt azt értem, hogy folytsa el magába. Mit tud kezdeni például a fájdalmával, a szenvedésével? Szerintem ez egy érdekes kérdés. Bizony, meg milyen megküzdési módokat kap, hogyha már itt a mintáról beszélünk. Mert például látjuk azt, hogy mi férfiak mindig azt mondják, a nők, hogy úgy értelmezzük a helyzeteket, hogyha valami gond van, azt meg kell oldani. Hát én is ezt csináltam, meg kell beszélni. Most, és ez egy előrelépés az én értelem, ilyen értelem, hogy végre mondom az érzéseimet, tehetetlen vagy szorongok, elhagyatottva érzem, a úristen, biztos valamit elrontottam, stb. Ez már egy előrelépés, csak ezzel kicsinálom a másik embert. Tehát itt például nem működik a probléma fókuszum, úgymond megküzdés, hogy most akkor itt a probléma oldjuk meg, de az, hogy elfogadom azt, hogy nem tudok mit csinálni, csak azt, hogy kibírom. Tehát, hogy például milyen megküzdési módokat lát egy fiúgyerek, hogyan lehet egy helyzethez viszonyulni. Hogy nem biztos, hogy mindig az a jó megoldás, ha leülök és mondjuk direkt módon konfrontálok, de ez is lehet. Mert nem biztos, hogy mindig ez a férfias megoldás. Tehát, hogy lehet, hogy például, ha házastársi konfliktus is van, és mondjuk a férfiben ott van egy ideje már mondjuk a harag a felesége miatt,
De mondjuk az este, a feleségét mondjuk kirúgják a munkahelyéről, akkor nem az a legférfiasabb, hogy a haragomat kiteszem az asztalra, hanem ha mondjuk el tudom rakni holnapig. Mert lehet, hogy a feleségem ott ezt nem tudja befogadni. Tehát, hogy ebben például rugalmas mintákat, vagy rugalmas megküzdési módokat kapjon egy gyerek, ebben szerintem nagyon sok szerepe van azoknak a férfiaknak, akik őt körbeveszik. Aztán erről ugye már beszéltünk itt az előbb, de hogy a gyakorlat szintjén nézzük ezt meg, hogy egyébként egy fiú és egy apa kapcsolata hogyan alakul, szerintem érdemes feltenni azt a kérdést, hogy ha például nézitek a saját családotokat, mondjuk van férjetekre, mit gondolom a legtöbbetöknek, és van mondjuk fiúgyereketek, akkor a férjetek és a fiúgyereketek között van-e legalább egy olyan tevékenység, amit együtt csinálnak rendszeresen? Például együtt fürdenek, vagy mennek focizni, mit tudom én, de bármilyen tevékenység. Ez miért lehet fontos kérdés? Hát azért lehet fontos kérdés, mert nekem meggyőződésem az, hogy az apának a kötődésért meg kell dolgoznia. Tehát még egy anya ott van, átölelem, úgy termelődik az oxitocin, mint az állat. Jaj, de jó, a gyerek, is, gyerek szervezetében is ez feltör, és már amikor meglátjuk egymást, már a tüköneuronjaink összehangulódnak, és mi egy egységben vagyunk. Egy apánál nem így van feltétlenül, bár voltak olyan kutatások, ahol egyébként kimutatták, hogy női nemi hormon is megjelenik például a gyermek megszületésekor az apa szervezetében. De tudjuk, hogy dominánsan nem ez az uralkodó elképzelés, és nem is ez működik. Tehát valahol, és hogy lehet máshogy kötődni? Hát úgy lehet kötődni igazából bárkihez, bármihez, hogy olyan tevékenységeket végzünk együtt, amiben mind a ketten találunk mondjuk örömforrást, vagy sikert, vagy bármilyen pozitív érzelmi forrást. Tehát nagyon érdemes elgondolkozni például azon, hogy fiú gyerekkel mondjuk a férjünk, rátok gondolok, nem magamra, ápol-e valamilyen tevékenységet például rendszeresen? És hogyha nem, akkor mit lehetne csinálni? Aztán, hogy itt a minták átadásáról is beszéljek, erre szeretnék még a mai alkalommal kitérni, illetve arra, hogy ezt hogyan tudja még eltanulni a gyerek. A minták átadása ugye nagyon sok szinten történik meg, és ugye itt csatolnik vissza az előadásom elejére, hogy például mi az, hogy minta. És akkor itt több minden is elhangzott, hogy egyrészt ugye az, hogy különböző ilyen etikett szabályok is hozzátartozhatnak, vagy a megjelenés, vagy hozzátartozik az, hogy például aki hogyan kezel konfliktusokat. De például a hiedelmek szintjén való mintaátadás, itt ugye többet is felsoroltam, az nagyon lényeges. Hát hogyha visszagondolunk például arra a patriarchális berendezkedés, ami sokáig Magyarországon volt, abban ugye az dívott, hogy a férfi nem tisztelte a feleségét például. Ez volt a standard. És hogyha nem tiszteli például a férfi vagy a férje a feleségét, akkor tök mindegy, hogy milyen konfliktuskezelési stratégiákat tanít, mert a hiedelem ott van mögötte, hogy a nő az nem ér semmit. Az nem is ember például. Tehát ez az, amit az elején mondtam, hogy például a gyerekeknek erre mély hallása van. És nagyon fontos azt is látni, hogy igazából a mintákat ők így is ugyanúgy tanulják. Tehát nem csak az fontos megfogalmazni, hogy most mik azok a témák, amikről beszélünk, vagy mik azok az alap konfliktusok, amiben őt is bevonjuk, hanem például mik azok a hiedelmek, amiket működtetünk a család szintjén például, aminek ő a tanúja, amit ő például lát. De ugyanígy ide tartozik a gondolkodásmód is, hogy például milyen eszméket táplálunk, mert ez is a mintának előbb-utóbb a része lesz. És hát, hogy hogyan tudja a gyerek eltanulni a mintát? Hát sokféleképpen, nyilván utánzással, például a szereptanulás során ugye ez egy eléggé fontos működése is a gyereknek, de ugyan például traumával bele is éghet, például egy minta a gyermeknek mondjuk akár az érzelmi működésébe. És egyébként az ellenazonosulás és azonosulás, hogyha én valamilyen érdekességet kell mondani, tehát általában az, hogy nem leszek olyan, mint apám vagy anyám, az nem szokott működni. Mert általában lehet, hogy nem leszek olyan, másképp leszek olyan. Tehát ahhoz, hogy például valaki az identitásában ő stabilan a férfi tartalmakhoz visszajutva a szereptanuláson keresztül
ő kialakítson mondjuk egy olyan viselkedést, ami neki jó, az pont valójában az vezet hozzá, hogy először azt el tudjam fogadni, ami a szüleimtől jön első kérdésként is. És azon úgy utána fog tudni túllépni. Próbáltam nagyon összesűríteni a lényeget, mert még el tudtam volna beszélni legalább 3-4 órát. Köszönöm, hogy meghallgattatok.